Jó napot kívánok mindenkinek, újra vagyok veletek. Remélem, hogy lesz nekünk elég idő legalább befejezni a mai téma, az a Szentföld és a törvényei Tórában. Mikor beszélünk a Szentföldről, ami a neve Izrael Tórában, tudunk, hogy az egész cél a zsidó népnek az bemenni Izraelbe a Szentföldre. Ez volt az egész teremtete a célja, hogy legyen a világban egy ilyen szentebb hely. Mi tudunk, hogy amikor a Mesias fog jönni, akkor mondtak a zsidó bölcsek, hogy Jeruzsálem lesz az egész Izrael, és Izrael lesz az egész világ. Ez mit jelenti? Nem, hogy itt lesz izraeli zászlók. Mit fogunk maradni Magyarországon, de ez lesz Izrael. Miért? Mert az Izrael, nem beszélünk a zászlóról, hanem az isteni erő, ami van benne. Ez az erő, ami most van Jeruzsálemben, csak Jeruzsálemben a szentély helyen, ez az erő lesz az egész Izraelben. És az erő, ami most van az egész Izraelben, lesz az egész világban. Ez jelenti, hogy Izrael lesz az egész világban. És akkor itt fogsz lenni Budapesten, és érezni az erő, ami most emberek éreznek Izraelben. Vagy igazán nem éreznek, mert nincs nekünk most a lehetőség érezni a szentség, ahogy beszéltünk a múltkor a Kabbala óra, hogy most csak tudunk róla, hogy van, de nem érzünk. Nem érzünk, miért szombaton ez a szentebb nap, hogy sokkal erősebb isteni erő van a világban, és az ünnepek, az nem érzünk. De tudunk róla, és amikor a Mesias fog jönni, akkor most fogunk érezni is a különbség. Most ugye mesélte a Tóra, és a Biblia után, de a Tóra most beszélünk, hogy mikor Ádám és az Éva történetén mondta a Midrash, hogy ez volt a jeruzsálemi környéken, ahol van utána a szentély, ahol volt utána a szentély, és amikor Ábraham kapta az első parancsolat, hogy menj el Haranból, az Haran ez Irán volt, ami most van Irán, és mondta neki az Urike, való menj el a Szent Földre, ez volt az első zsidó, akkor kezdte menni oda, és nem egyedül elment, hanem a családdal együtt, és az unokatestvérevel, a sogara, mindenki ki akarta menni velem, mert ő mondta, figyeltek az Urike való, ígérte nekem, hogy ez nekem, és az enyém származásoknak lesz ezt az országot, és akkor mindenki akartak egy részt venni benne. És utána, amikor sok év után, amikor Jákob nem volt Izraelbe, de volt még Izraelbe, de volt a Be'er Sheva-nál, és volt neki az álma a létrát, akkor látta, a létra megy egyenesen a szentély, a jeruzsálemi íg. A Jeruzsálemi Szentélyig, ott volt a vége a létranánk. Ez minden egy jelek, hogy milyen szentség van ott a területen. Amikor Ábraham kapta az Istentől a szavai, hogy gyere Izraelbe, szent országba, szent földbe, és ott lesz neked minden két dolog, mondta neki az Urike való. Egyik dolog szentség, és a második, ez a leg
jobb hely anyagilag. Ott ארץ זבת חלב ודבש, ez a legjobb termékek vannak ott, és ez a méz, és a tej, és a föld, zöldség, gyümölcs, minden a legjobb a világban. És mi tudunk is, hogy most is minden, az egész világ használja az izraeli magok. Majdnem a legnagyobb cégek a világban, akik csinálják a földi magok és a titkok és a dolgok, hogy csinálni, mit csinálni, ez a Szentföldből jön. De a másik oldalon látunk valamit, ami pontosan opozit. Amikor Ábrahám jött Szent földre, akkor látta, hogy nem esik az eső, akkor ott nincsen sok eső, mint Magyarországon, nincsen sok tó, sok folyó. Amikor megyünk Európában, rengeteg víz van, lehet minden ember vettek, akkor tenni a csap, és csak legyen víz, elég van. Izraelben, aki tudja ma is, hogy minden anyja mit tanít a gyerekeknek, hogy sporoljunk a víz. És a televízióban is szól, hogy nagyon hovatosan nem használni sokat vizet. A televízió, ez kérik az izraeli állam is, hogy legyen elég, miért van a Kineret, ez a tó, ami van ott Észak, izraeli Észak, de ez kevés víz. És amikor Ábrahám és Lot, a rokona, jöttek együtt Izraelbe, mert az orke való mondta neki, hogy menj el oda, akkor az úton volt konflikt a Lot szolgálók és a Ábrahám szolgálók között. És mondta Ábrahám Lotnak, figyelj, ez nem jó biznesz, család vagyunk, miért kell arcolni, ez nem, érezem, hogy ez nem jó, hogy együtt vagyunk. Nekem van az én embereim, neked van a te embereim, inkább, hogy külön-külön óriási az Izrael, a Szentföld, nem pontosan egy helyen kell lenni, már itt vagyunk vala Istenek, de inkább menj el te valahova, én megyek tovább, és akkor nem lesz konflikt. Lot mondta neki, nagyon jó útlet, de ki megy jóva, mondta neki Ábrahám, dönts meg, amit akarsz. És akkor írta a Tóra nagyon érdekes mondat. Írta a Tóra, hogy Lot látta egy szép tó, kicsike, de nem kicsike, ilyen nem óriási, de ilyen szép, finom, édes víz. És mondta Lot Ábrahámnak, itt érzem, mint Eretz Mitzrayim, mint Egyiptom. Mi volt Egyiptomban? A Nílus. Ott nem kell imádkozni. Ott a Nílus volt az Isten. Nem kell imádkozni, nem kell sírni, nem kell kiabálni. Van a Nílus, és az emberek csináltak csatornák. Hosszú-hosszú pár, sok kilométer csatornak a Nílusból, és minden nap jött a víz, és az összes csatornak töltette a csatornak, csak akkor nekik volt, voltak a leggazdagok a környéken. Miért? Mert neki volt a Nílus, ami működik 7 óra, 7 nap, 21 óra, nem kell várni az Isten segítséget, és ezért ők is imádkoznak a Nílus, mert ők érzik, hogy ő az Isten. Ők adja neki az erő. Ha van víz, van búza, van zöldség, zöldség, minden van, és ez volt Egyiptom. Egyiptom, ez volt a mai Manhattan. Ott volt az üzlet, ott volt a biznesz, ott volt minden. Ez ott volt Ábrahámnak próba. Nagy próba menni Knaán országba, ott a Szentföld, mert mi lesz ott? Ott nincsen víz, édes víz, ott nincsen semmi. Ott nem élni. Nem lehet élni. De mondta az Úr kivaló, mondta, hogy ott lesz a legjobb, akkor megyek oda. És akkor pontosan most látta a Lot nagyon szép tó,
Mondta Ábrahámnak, nagyon jó, én itt maradok. Itt van a biztos, biztonságos, csinálok magamnak csatornák, ahol tanultam otthon, itt lesz nekem szép életem, menjél tovább, én itt maradok. És ez hol volt? Ez volt a... Nem a Kinneret, ez volt... Holtenger. Mielőtt volt sós? Amikor még volt édes. Honnan jött a víz? A Holtenger? Jordan. A Jordan. A Jordan édes vagy sós? Édes. És mikor... változott? Szodoma és Gomorra. Pontosan. Itt van egy tudós ember. Amikor a Szodom és Gomorra városok nagyon gonoszok voltak, akkor az Úr kivaló mondta, hogy szeretné lerombolni az egész város. Akkor volt ott egy nagyon érdekes történet, hogy Ábrahám mondta neki, hogy Istenem, van ott pár igaz ember akkor, van ott 50 igaz ember, akkor fogsz lerombolni a város. Mondta az Úr kivaló, nem, lesz 50 rendes ember, akkor nem csinálok semmit. És akkor, mint az első zsidó, Ábrahám kezdte arcú alkudni, és a 45, az minden a Tóraban, első Mózes könyv. És a 45, mondta, 45 van, akkor se. Jó, az Úr kivaló, adja nekem még egy kérdés, a csak 40. 40 egyenes emberek vannak ott a városban, akkor se. És úgy ment az Úr kivaló 10-ig. 10 után már nem kértem. A vége volt, hogy volt csak 6. A Lot, ott élt, ugye? A Lot, ez a rokona, a felesége, és a két lánya. És arról mondja, aki elmentek oda menteni őket. És érdekes, hogy amikor itt lehet tanulni nagyon nagy dolog, hogy amikor Ábrahám kérdezte az Úr kivaló, talán van 40, 30, 20, 10, ő nem mondta az Úr kivalónak, hogy talán tudunk menteni őket, hozni egy busz, 50 ülés, és menni, nem. Hogy nem csinálni senkinek semmi. Képzeljétek, van 100 000 gonoszok, és van 40 jó, igaz. Akkor az Úr kivaló nem mondta neki, nem. Ha van 40, akkor majd találunk a 40, és kiveszünk őket. Az Úr kivaló is értette, amit Ábrahám szerint, hogy ha van 30 vagy 20 vagy 10 rendes emberek a városban, akkor a 100 000 embereknek nem kell csinálni semmit. Miért? Mert amikor van egy jó ember a városban, és nem csak magának jó, ez az egész környéken, ezért amikor valaki megy valahova enni, akkor kell lenni biztos, hogy van jó emberek a városban. Miért? Mert ez nem csak, hogy van jó ember, rossz szomszéd vagy jó szomszéd, ez számít rád is. A rossz a szomszédod, akkor rossz energia viszi az egész környéken. A jó igaz ember van a szomszédod, akkor jó energia és jó erő teszi. És ez is gondolta Ábrahám, és az Úr kivaló egyértelmű volt vele ebben a pontban, hogy igen, hogy nem csinálok senkinek, de sajnos nem volt 10 se. És innen tanulunk is, hogy egy velemen, hogy itt kell lenni 10 ember a minyán, mert 10 ez már erő. Ha van 10, akkor nem csinálunk senkinek semmi. Ezért, amikor imádkozunk, és van sok gonoszok közöttünk, de van minyán, együtt imádkozunk 10 ember, akkor az Úr kivaló megkapja az ima. Nem figyeli, hogy van ott ember, egy gonosz ember, egy gonosz ember, mert van egy közösség, 10 ember. Ez mondta az Úr kivalónak, Ábrahámnak, akkor, amikor próbálta. Ábrahám pedig mondta a Lotnak, semmi gond nincsen, maradjál itt, édes víz, nincs semmi gond, elmegyek tovább. És ő elment a bikát a Jordán folyó mellett, ott volt egy szép hely, ahol lehet élni, és mondta a Midrash, hogy miért elment oda? Tudta Ábrahám, aki már tanulta
hogy az nem minden, ami van a világban, ez az Úrkévaló keze csinálta, csinálja. Akkor tudta Ábraham, hogy ez nem számít. Az Úrkévaló ígérte nekem, hogy lesz nekem szép, jó élet itt a Szentföldön, akkor mit kell lenni ideges? Megyek Jeruzsálemben. Jeruzsálemben nincsen tenger. Nincsen semmi. Imádkozom, és lesz eső. Ezért mindig Izraelben nehézebb tolani a víz, mert az Úrkévaló szereti az ima. Az Úrkévaló, amikor az Úrkévaló akarja, hogy legyen az embereknek kicsit közelebb hozzá, imádkoznak, kérik tőle, és akkor jön a víz. Ha ne legyen Európában, Amerikában, ott nyitva van a csap, elég van mindenhol, és nincsen semmi gond. És akkor mi tudunk, hogy a Mózes fő célja volt, amikor kapta a Tóra a Szinai egynál, akkor vinni az Izrael népet Izraelbe, de egy bűn miatt nem sikerült ő maga bemenni az országban, hanem csak Jósua, következő izraeli vezető, ő, aki bevette az Izrael népet az országba, és lassan az Izrael nép bementek a Szentföldbe. És ebben a kapcsolatban van sok-sok szabályok a Tóraban, hogy kell viselkedni a Szentfölddel. Ez nem mindegy, ez nem mint más föld, ez Szentföld, ott van isteni erő, és ezért van olyan földi szabály, ami csak Izraelben van, és ez maig van. Ezért, amikor jön, mentem a Veselényi utca, a zöldséges, és mondta nekem, Rabbi, osztom neked ajándékot. Mit az ajándékot? Avokádó Izraelból. Mondta neki, köszönöm szépen, de nem tudok használni. Mindjárt magyarázom miért. Mert amikor jött Izraelból, akkor kell sok-sok dolgok utána nézni, hogy biztos rendben van. Hogy milyen avokádó ez az avokádó. Kosher avokádó? Minden avokádó kosher, az isteni termék kosher. De majd magyarázok nektek a szabályok, ami van az Izrael földön, és ezért Izraelben van rabik, aki figyelik, aki nézik, hogy minden rendben, minden egyet mező. Hogy lenni biztos, hogy minden rendben, ahogy a Tóra szerint. De mielőtt kezdünk, először kell beszélni, hogy mit jelenti a Szentföld. Ez nem ami most Izrael, ami most Izrael, ez volt háború, megtől kaptunk egy életig, most van Izrael, de az eredeti Izrael, próbálok gyorsan csinálni a forma. Itt vagyunk, itt a mellach, itt van Eilat. Itt van Észak, ez a Kineret. Kineret. Ez a Holt. Igen. És itt Kb. Jeruzsálem. Kicsit lejjebb. Itt. És itt Tel Aviv most. Tel Aviv, Netanya. Itt. És az Izrael föld, ez az Árava sivatag, itt Eilat, és az Izrael föld igazán megy innen. Úgy. És itt is úgy kell. Ez jelenti, hogy minden szabályok, ami van a Tóraban Izraelről, csak itt érvényes. Itt, itt van mezők, és rengeteg mezők van itt. Uborka, paradicsom, itt a Árava sivatagban rengeteg van. Ez már kint van. Ez nem Izrael. Ugyanaz a szabály, mint Budapest. Ez nem Izrael. Okay, biztos, hogy zsidok, mint zsidok, van legalább 4-5 velemény, hogy pontosan hol megy a vonat. Mert a Kadesh Barnea város, ami volt
negy ezerével ezelőtt most már nincsen. Akkor alles itt vagy, úgy vagy, úgy vagy, úgy. Szóval van, mondunk pár velemeves, ez a kis vita, hogy van pár kilométer, 10-20 kilométer, ami sok mezők van benne, és mindig van ez a vita, hogy pontosan van pár velemény a rabbi között, hogy pontosan hol esik az otár, de mindenképpen a középső terület, ez nincsen kérdés, hogy ez Izrael. Az első szabály, ami kapta Mózes Istentől, ebben a kapcsolatban van pár szabályok. Az első, ez, hogy minden, az egész terület 12 része kell csinálni belőle. És minden Izrael törzs kapja csak egy része. Oké? Okay? Kivéve a Lévi. A Lévi törzs, ők dolgoznak a szentélyben. Ezért nekik nem kell föld dolgozni, vagy csinálni termékek. Ők kapják csak egy város, nagy város, ahol lehet élni. Van egy kis város. De nem nagy terület pár száz kilométer, hanem egy kis város. Ott van szép épületek, ott laknak. És ők kapják a szentélyből a munka miatt. És utána fogjuk látni, hogy minden termés, ami van, akkor van pár százalék, amit kell adni a kajenoknak. És a léviaknak. A lévi törzsnek. Akkor miért van 12 része? Ha egyik leesik, a lévi leesik, akkor miért kell 12? No, van a tudós ember. Mert a József... Fiait öröm. A József volt a király Egyiptomban. Emlékeztek? Ő mentette az Izrael népet, a testvéreik, amikor volt éjeség, a szent, éjeség volt a Szentföldön, és ő volt a király akkor. És amikor Jákob utolsó beszéd alatt mondta Józsefnak, hogy ezért, hogy te csináltál ez a nagy dolog, és mentette minket, és ott nekünk utolsó 10-20 éve majdnem minden ingyenes, a legjobb része Egyiptomban nem volt semmi gond, ezért neked a két fia, Efraim és Menashe, mint két törzs. Szóval Józsefból van kettő. Efraim és Menashe, plusz a 11. A 10. 10, mert a József úr is egy, plusz a 10, és akkor úgy van 12. Most ezért volt egy szabály, hogy nem szabad zsidó között házasodni, Ruven törzs és Simon törzs együtt. A Simon fiú és a lány Simon. Miért? Mert akkor lesz probléma, hogy mi lesz a föld. Akkor nem marad az övé. És úgy... Utána már a... pár éve utána akkor a profeták mondtak, hogy nincsen semmi gond, lehet házasodni, de mindig akarunk, hogy marad a föld a törzsnek, akkor a nő, a lány, az asszony. Ő megy a völögén, és neki nem marad semmi az ő családjával, csak a férje. Ő megy a férjehez, és az ő része most lesz, csak a fiúk kapják része. A nők hogy kapják? A férjétől. És úgy lesz fix, hogy mindig marad a részek. Volt még egy lehetőség? Bocsánat, és ha nincs fiú testvére? Akkor a lány kapja. Volt ilyen is. Volt ilyen a Torában, igen. Igen, csak nem akartam bemenni, igen. Igen.
Igen. Szlafhad lányok. Szlafhad lányok, öt lányok, akkor mondta az Zorke való, aki nincs fiú, akkor a lányok kapják. Persze. És még mindig volt lehetőség bérbeadni. Hosszú távolság, hosszú évek. Sok éve. Egy föld, például a Simon tudja bérelni a Benjaminnak, de nem lehet 100 évig. Maximum 50. Minden 50. éve ez volt a jóvel. A most például tavaly volt a jóvel. A jóvel kezdtünk számolni, amikor mentünk be Izraelbe, Jósuával. Mindegy, 50 éve ez jóvel. A tavaly, vagy tavaly előtt volt a jóvel, akkor most marad nekem 48 év. Akkor adom férbe jóvelig, és az ember fizeti nekem, oké, 48 évig, minden év 10,000 dollár, 48,000 dollár. A csak 10 éve múlva lesz a jóvel, mert már 40 évvel ezelőtt volt a jóvel, akkor maximum tudok bérbe adni neki 10 évig. Utána már mindenképpen fix, reszit. Reszit, minden törzs kapja az UV, és vége. Természetesen, hogy most nem tudunk követni, kinek volt mit pontosan, nagyjából tudunk a részek, mert volt Izraelben elég jelek, és a Tora is mondta, Mózes mondta pontosan, hogy ez a rész, ami van a tenger mellett ideig, itt a városig lesz nekik, és utána megy. De pontosan, hol van a vonal, nem tudunk bizonyítani. Pláne amikor volt az első szentély lerombolás, és akkor az zsidók nem maradnak Izraelbe 70 évig, nem volt senki Izraelbe. Amikor jöttünk vissza, haza, már nem volt a lehetőség tudni kinek melyik része, és ez megszűnt. Megszűnt, ha most nincsen olyan, hogy ki melyik törzsból. Ez az első dolog, a második dolog, hogy csak a kohénak tudják, hogy melyik, milyen számozás vagy. Igen, annyira sok éve volt még emberek, aki tudják, hogy ő a Jóda. A Jódaból ez is van ilyen egy könyv, vagy ki volt, mert a királyok voltak Jódából, utána volt asszú sor, hogy zsidó népvezetők, aki Jóda számozású. De általában még 10 emberek általában nem tudják, hogy pontosan melyik. Akkor beszéltünk az Izrael a földről, most mondok, mi van a szabályok. Az első szabály mondtunk, hogy a törzsöknek kell lenni, és minden jóvel, minden 50. éve reszit van. Minden jön vissza. A második nagyon fontos dolog, ez a smita. Visszakerül az eredeti tulajdonosához. Visszakerül, pont. De kicsi, levegy a jófél, és ugyanannak az embernek kiadom. Hát az lehet. Hát ki tudom adni, nem? Most akkor ez nem olyan nagy balhé. Nem, de megvenni nem lehet. Megvenni. Megvenni nem lehet. Megvenni nem lehet. Lemegy az ára. Tehát abban az 50 évben sem megvettem, hanem béreltem. Hát pontosan. Mindig marad úgy bérbe. Mindig a tulaj marad a tulaj, aki az törzs az övé. A Benjamin, vagy a Simon, vagy a Menashe. A második dolog ez a smita. Minden hetedik évben nem szabad dolgozni a földeken. Semmi nem szabad csinálni. A földnek is kell pihenni. Amikor sokat dolgozunk vele, akkor a minőség már nem jó. Fáradt a föld. Elfáradt a föld, pontosan. Akkor kiad neki egy évig pihenni, nem dolgozni, és akkor az összes termékek a szelt földön, ez efker.
ez az isteni. Tudja bemenni egy mezőben, kastolni, és amikor Mózes kapta ezt a szabályt, akkor biztos volt neki a kérdés, hogy miből fogják élni az emberek. Akkor mondta neki az Úrkevaló, mondja az Izrael népnek, hogy a hatodik évben a mezőt fogja csinálni, mint három év termékek. A búza és minden. A hatodik évben. Háromszorosan. Pontosan. Hogy legyen neki a hatodiknak, a hetediknek, és a nyolcadiknak is. Miért? Mert a nyolcadik, akkor még nincsen termék, akkor kell újra öltetni és dolgozni, csak a kilencedik évben lesz újra friss termék. És mi volt, amikor eltelt a 7x7 év, és 49. év volt, és aztán jött az 50. ami szintén pihenő év. Akkor, ez is benne van a Tóra, akkor csinálta a Föld meg egy év, mint meg egy év a minőségét. Ebben van is vita a zsidó bűcsek között, hogy mit jelent, amit mondta az Úrkevaló Mózesnek, hogy minőségilag lesz, mint három év, vagy mennyiségi. Talán volt egy vélemény, hogy nem úgy volt, hogy háromszor búza volt, hanem ilyen csoda csinálta az Úrkevaló, hogy ember eszik általában három szelet kenyér, egy reggeli, most egy fél szelet, tele vagyok. Full. Volt benne ilyen erő, hogy lesz mint három. Gondolunk, hogy a kenyérben van valamit ilyen vitaminokban, nem tudom mi van benne, az isteni erő van benne, és akkor az ember nem volt neki kamionok, háromszor, vagy négyszer csinálta a Földet, hanem ugyanaz csinálta a Földet, ebben nem volt csoda, de utána az használtál, látod, hogy marad neked három évig a termék. És úgy látunk, hogy tényleg az Izrael nép sok éve csinálta ezt a szabályt, és maradjak életben maradtak, igen. Ez a smita, igen? Ez olyan, mint nálunk is a mezőgazdaságban van a vetésforgó. Uh-huh. Hogy négy részre osztanak egy területet, és a negyedik évben az egy adott terület, az úgy mondják, hogy parlagon hagyják. Tehát, hogy nem terveztenek rá. Igen. Igen, tulajdonképpen ez az. Hát úgy, igen, ez az. Úgy tudom, hogy a 48 utáni Izrael ezt még nem alkalmazza ezt a... Nem, ez amit mondtam. Ami mindent, amik itt vannak, akkor ebben nincsen ez. Ebben nincs semmi. Ezt mondtam, hogy ugyanaz, mint Magyarországon. Ebben nincsen semmi szabályok. De ez mindig, mondtam, hogy van itt konflikt, itt a nagy része, ott pontosan olajsik. Élet mellett már nincsen kérdés, de ami a Arava sivatag középen van a vonal, és ez volt az a vita, hogy pontosan olajsik. Ez... De ott hoztán, akkor a svita éve? Persze. Most is persze. Ez egy másik kérdés, ez pontosan nem tudok mondani, hogy elveszett a helyet. Kérdeztem, igen, volt egy vizsgám erről, és azt mondták, hogy nem egészen úgy. Uh-huh. Ezzel mondom. Mikor térnek? Igen. Honnan tudja? Igen. Ez nem csak, mondom, én tudom, hogy még nem tanultatok a zsidó naptárról, de tudjunk, hogy Izraelben egy napos ünnep van, és Izrael kívül két napos. Ez majd biztos, amikor fogjátok tanulni a naptáról, lesz magyarázva miért ez a naptár kapcsolatban. De élet, ez van velemény, hogy ez nem Izrael. Most élnek ott a zsidók, de ez nem az eredeti Szentföld, és ezért itt életon kell is két nap csinálni. De nem mindenki csinálják, mert van egy vélemény, hogy amikor a zsidók megkaptak, mint Izrael országot, akkor minden szabály, ami van az egész Izraelben, akkor ott is van,
ezért a zsidók, aki ott csinálja két napos, ilyen titokban csinálja. Szóval ez nem mint, hogy okay, egy fele csinálják, másik fele nem csinálják, hanem úgy csöndbe csinálják. Általában a többség ott viselkednek, mint Izrael, mint egy sima Izrael, és akkor egy napos csinálják. Ha két napok csinálják, akkor csöndbe csinálják ezt. Okay. Akkor most beszélünk kicsit, ahogy mondtunk, hogy a Szent Föld, az az Ürike való Földe, ez teljesen más. Minden, sok-sok szabály van ebben a területen. Amikor valakinek van mező, és régen sok-sok mezők volt, még nem volt high-tech, nem volt építés cégek, és nem volt trading, és eBay. Aki akarta élni, volt neki gazda területe dolgozni, igen. Akkor van pár szabályok benne. Az első, a neve Leket. Leket, ez jelenti, az Ürike való mondja, figyel, te dolgozik, itt, te dolgozol itt a mezőben, ez a tied, de nem csak a tied, ez az enyém is. Együtt vagyunk. Ezért egy része mindig kell maradni a szegényeknek. Amikor csinálsz a hovatás, csak a vége egy széle, Bea, ez kell maradni a szegényeknek. Ki a szegény? Aki teljesen nincs fölé, nincs utána. Volt a bíróságnak az ember érzi, mint szegény. A bíróság szerint, a Beis Din szerint, aki nincs neki 50 shekel, nem a mai shekel, hanem a ezus shekel, ami regen. Volt, aki nincs neki 50 shekel, ő már szegény. Ő megy a Beis Dinhez, kapja egy igazolást, hogy szegény. És ez az igazolással tudja oda menni, és minden este, minden éjszaka nyitva van a kapu a mezőknek, és az emberek, a szegények tudják oda menni, és igen, és nem 100 kiló, nem minden ember, ott volt is írva, hogy milyen a család, hogy ebben van sok szabad, hogy mi szabad, mi nem szabad. Ezért van egy jó vicc, hogy mikor nem szabad adni adomány az embernek, amikor van neki 49 shekel. Mert van neki 49, akkor még szabad neki kapni mondjuk a szegény csomag. Minden csomagok, ami van, és rengeteg van az Izrael, a Szent Földön, óriási csomag volt, ez mindjárt fogunk magyarázni, mi volt benne. Az 50 már van neki, akkor kár, már nem szegény. Akkor valakinek 49, ne adja neki egy csekkel, inkább adja neki a lehetőség kapni a szép csomag, amit nagyon érdekes ebben a szabályban, hogy emberek nem figyelik, hogy mondta az Ürike való, gondolta, nem csak a szegény kell adni neki étel, hanem hogy adni neki az étel. Nem, itt van szegény, adom neked az étel, tessék. Éjszaka, nyitva lesz a kapu. A tulaj, ez az enyém a mező. Ismerem szegény, az unokatestvérem szegény, szeretnék adni neki. Nem, ez nem a tiéd. A tiéd az egész, kivéve a pea, kivéve a szele. Ez nem a tiéd. Te dolgoztál, köszönöm szépen, egy rész az Ürike valóan. Neki éjszaka, amikor senki nem tudja róla, biztos ismertek a történet a Boaz és a Rút története, hogy ő is ment éjszaka oda keresni, mert szegény volt, és pontosan a tulaj ott volt Boaz, és akkor azosodta vele, és tőle jött a Dávid király. Ez szép történet a Bibliában, de senkinek nem szabad tudni.
nem úgy, hogy oké, szegény ember, mindenki tudja kóla és kapja. Másnap a szegény és a gazdag találkoznak a zsinagogában, szia, hogy vagy, ala Istennek, ő nem tudja, tőle kapta, senki nem tud semmi, éjszaka jön, akkor nincsen lámpák, régen nem volt lámpák, ha valaki éjszaka jön, akkor a cisza nem látja őt se, senki. Jött be, kis szatya, és ment vissza haza, és senki nem tudja róla. Annyira kell gondolkodni az emberek, nem csak hogy legyen neki, hanem a lelki. A lelki, mert sokszor a szegényeknek ez nem csak a kenyér probléma, hanem lelki probléma. Utána a gyerekek éreznek, mint szegénynek, tudják, hogy mi kapunk étel, és úgy. Akkor adunk már valakinek, legmagasabb szinte kell adni neki, hogy nem tudja, hogy nem érzi, hogy nem érzik a család, hogy nem érzi a szomszédok, nem úgy, mint hogy ilyen vagyok a tessék, hanem próbálni a legszebb módon. És ez az oltja való tanította minket, milyen módon kell adni, hogy éjszaka nyitni a kapu, és a tulaj se tudja, ki fog jönni oda. Szegény, bemegy, kimegy, viszontlátásra. Nem kell mutatni senkinek, nem kell mutatni senkinek. Az ember kaptam, hogy magának csak, hogy a véletlenül lesz szükség, akkor tudja bizonyítani, hogy olyan. De nyitva volt a kapu, aki akar lopni, akkor tudja lopni. Most is, aki akar lopni, akkor tudja ott a Veseleni utca, az zöldséges mellett lehet menni és vetni egy alma a zsebben. Szóval nem erről beszélünk. Volt neki a lehetőség bemenni, senki nem tudja, valahogy mondtad, nem volt egy biztonságőr, az őrke volt a biztonságőr. Ha valaki akar lopni, akkor napközben is tudja próbálni, nem csak éjszaka. Éjszaka ez volt nyitva a szegényeknek. Remélem, hogy csak szegények mentek oda. úgy hiszem is. Úgy hiszem is. A második dolog, hogy amikor a tulaj még dolgozik benne, és csinálja az hovatás a gyümölcsnek, igen, és esik közben, van neki mondjuk ilyen zsák, ki beteszi be, és közben esik, leesik a földön. Egy, esik. Mondta az orka valahogy, ez nem véletlenül. Ez is a szegénynek. Most csak ő és Isten tudják róla. Ki van ott a mezőben, amikor van az ahotás? Csak a tulaj és a fia. És az unokája talán. Van neki lehetőség felemelni, de ez már nem az övé. És általában az emberek, akik az orka valahogy parancsolat csinálni, itt maradtak a lelket, leadják az álmák és a zöldség, gyümölcs, ami elesett ott. És utána van sechicha. Ha valaki elfelejtette, mit elfelejtette? Mondjuk van neki búza vagy arpa, és ha legyen neki könnyű, először van az avatás, úgy csinálja ilyen kis kéve. És a végén, mikor befejezte csinálni a kéve, akkor megy a kocsival, és felteszi a kéve a kocsinak. Oké. Ha valaki emlékszik, hogy 83 kéve csinálta, és most kint számolta, csak ilyenzik 3-4 darab. Ez jelenti, hogy ott a munka között ott marad pár darab. Ez is nem véletlenül. Ez is a szegényeknek. De nagyon érdekes. Ez is a tulajnak az érzés, hogy nem én, ez minden az enyém, nem én csináltam, én vagyok az ügyes, és minden az enyém, hanem van valaki mellettem, aki adta nekem az áldás, aki adta nekem az erő,
és ezzel van nekem ez a szerencse. A szülő kapcsolatban van még pár szabály. Például ezek a picikek, aki még nem már érettség, de a tulajdon gondolta, hogy inkább hogy maradjak picit, mert nem elég nagy, nem lehet eladni normális áron, egy nagy a picikek, ez már maradnak ott a szegényeknek. Ami az hallgatás időben már szépek, ez mehet. Ami még veletlenül marad ilyen picikek és ilyen, ez is marad a szegényeknek. Vagy ahogy mondtunk, hogy amikor nem a hallgatás időben, de az idő alatt leesett ilyen kis fült, akkor ez is marad a szegényeknek. Szóval ez nem csak a széle, hanem minden a szabály, aki mi most mondtunk, ez minden egyik szabály, ami a Tóra írta, ami Mózes mondta, az Úrkevaló kérte, a Mózestől mondjak a zsidoknak, nem amikor bementek az országba, 40 év előtt mondta neki az Úrkevaló, hogy nem sokára fogja bemenni, már kell tudni a szabályok. Miért akkor mondta neki? Hogy akkor már tudják, hogy nem csak országba bemennek, menjek, mint egy biznesz, minden ember kapja ingyenes föld, hanem van benne is valamit, amit kell adni, amit kell áldozni. Ez nem teljesen a tied. Amikor vége az ember ment vissza haza, kocsival, már minden van, oké, elfelejtette négy darab kévet, még a szelet, mert ami elesett, minden már ott marad. Otthon van, az asztalon van minden, számolja hány darab, mi van, hogy van. Akkor mondok neki, most lesz a 10% a szegényeknek. Ami most, ez nem volt a tied. Ami ott volt, ez nem a tied, ez az örökkévalója. Ez a tied, ami most van az asztalon. Alá Istennek jöttél haza. Számoltál? Ebből 10% kell adni. Ez, ami Ábraham már kezdte, mint a mielőtt kaptunk a Tóra, Ábraham, Izsák és Jakob szoktak ezt csinálni, hogy mikor a seriten li a szer aszrenu lach, mondta Ábraham, hogy minden dolog, amit kapok tőled, Istenem, 10% adom vissza. Kinek adom vissza? Az Istenek? Igen, Istenek. Hogy lehet adni Istenek valamit, mikor segítünk a szegényeknek? Az Úrkevaló teremtette a világ, hogy lesz gazdag a kis szegénynek, volt neki lehetőség, hogy mindenki lesz gazdagok. Amikor valaki gazdag, az Úrkevaló adta neki a gazdagság, szerencse, ez feladat. Ez nehéz feladat. Nem minden ember tudja bírni ezt a feladat. Hogy tudni, hogy ez a millió dollár, ami van nekem, ez nem az enyém. Kaptam Istentől, persze, én a szerencsés ember, nekem van a lehetőség dönteni kinek, hogy, mit, mikor, de ez mindig marad a párna alatt, és egyek megyek 120 évig vissza Édenkerten, akkor nem csináltam a feladat. Akkor kár, hogy én kaptam a feladat, és nem egy más ember, aki tudja, hogy mit kell csinálni a gazdagsággal. Igen. Számít most szegénynek? Számít mondom. Szegén, ez nagy téma, de egy lábbal próbálok mondani. Szegén most alá Istennek mindenkinek van 200 forint megvenni kenyér. Ha nincs neki, akkor megy az utca, az ablakok, kapja 200 forint, megveszi kenyér, már hollalos nem lesz. Szóval... Igen, ami volt régen, hogy a nagyapám, három testvére meghaltak Izraelbe, amikor nem volt neki kenyér. Kenyér nem volt. Mint kis babák nem volt kenyér, és meghalt három fiú. Oké, ez már alá Istennek nincsen a világban. Szegénység,
ez minden ember más. Ez, amikor az ember érzi, mint szegény. Vagy nálam szegénye? Nem. Nem. Pontosan nem. Ha van valaki Tájföldön vagy Kínában, van neki sátor, van neki minden nap rizs, és ő annyira boldog, nem jelzik neki semmi. Ő nem szegény. Jó érzi maga, jobb neki, minden rendben, nem jelzik neki. Amikor valaki érzi ilyenzás, mondom neked, hogy mit mondta a Maimonides, ez kicsit erő. Volt egy gazdag ember. Annyira gazdag volt, hogy volt neki mindig 10 ember szolgálók. Előtte, amikor megy a kocsival, ők futnak a kocsi előtt. Ez ilyen boldog. Nem boldog, bolond. Kinek? Ott legyen tisztelet, emberek tudják. Most 20 másodperc múlva fog jönni a gazdag ember. 10 ember. Szép húval, futnák a kocsi előtt mindig. Most szegény lett. És nincs neki lehetőség ezt a 10 ember, aki futnak. Annyira rossz érzi maga, hogy nem mutatja az óra kint az utcán. Szegény. Mit mondják mindenki? Szegény, ma nem tudja ez a nagy felhajtást mutatni. Jaj, és nincs neki. Mondta a Lacha, ő szegény. Ilyenzik neki. Nekünk van micva, segíteni neki, hogy legyen neki még egyszer 10 ember, aki futnak előtte. Ez csak írta a Tora, nem mert igazán van olyan ember, hogy legyen tisztát, mit jelent szegény. Ez a legtisztább. Hogyha van ember, a 10 ember futnak a kocsi előtt, ez teljesen fölösleges. De ez nem számít, hogy fölösleges vagy nem fölösleges. Az ember érzi, mint szegény. Miért emberek most éreznek szegények? Mert ha nincs neki, nem tudom milyen, Ralph Lauren, vagy a kocsi csak Suzuki és nem Audi. Olyan szegény. Volt neki Audi, most szegény, van neki ilyen 10 éves kocsi, ilyen Suzuki, három keze, nagyon borzasztó. Szegény, ahogy mondtad, ez nem nálom szegény, vagy ilyesmit, hanem hogy érzi az ember. Amikor van valaki, aki érzi, mint szegény, és érzi úgy, ne igazán van neki, de úgy érzi, akkor már micva van segíteni neki. No, nem fejezzünk be a téma. Tartozom nektek már három téma. Igen. De majd valamikor folytatom. Köszönöm szépen mindenkinek.